Sziasztok, sok szeretettel üdvözöllek itt a Cél a Tudatosság csatornán titeket. Már régen sikerült bejelentkeznem, viszont a mostani bejelentkezés úgy gondolom, hogy hatalmas erővel bír, ugyanis ma egy vendéggel érkeztem, akit mindjárt köszöntök is, Varró Gábor a vendégem mai nap. Szia Gábor, üdvözöllek! Szia Attila, üdvözlöm a nézőket! Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és meghívtál ebbe a beszélgetésbe. Szuper, és hogy hát, hogy mindjárt el is áruljuk, hogy miről is van szó, mert lehet, hogy úgy, ahogy az én nevem, a te nevet sem mond még sokat, sok mindenkinek. A mai beszélgetésünk témája az Kevin Trudeau és a hozzá kapcsolódó kurzus, amit ugye ti hoztatok be, ti fordítottátok le magyar nyelvre, és mindenféleképpen úgy gondoltam, hogy ezt minél több emberhez el kell, hogy juttassam ezt az információt, mert Kevinnek a tanításai nekem nagyon sokat adtak, az életemben nagyon sok változást neki köszönhetek, és ugye ami általában ismert, az a te kívánságod, a te parancsod néven fut, és van fönt az interneten, viszont ti most hoztatok egy új kurzust, amiről fogunk beszélni természetesen, de mindenek előtt szeretném, hogyha egyrészt, ugye Kevinnek van az ő tanításának egy alapelve, hogy ki az, akire hallgatsz, ez az egyik, és akkor beszéljünk már egy pár szót, megkérlek Gábor, hogy Kevinről egy pár szót, hogy ki is ő valójában, hogyha esetleg valaki nem ismerné, és hogy miért is hallgatunk mi rá, és miért javasoljuk azt még nagyon sok mindenkinek, hogy hallgassanak Kevinre és a tanításaira. Ez egy remek kérdés, hogy ki is valójában Kevin Trudeau, és ahogy látod, egyből belelkesedtem a témát illetően, mert nem sokan vannak képbe azzal, hogy valójában mit képvisel Kevin Trudeau, és mit tud ő valójában. Amit tudni illik róla, hogy ő most nagyjából a 60. életévéhez közeledik, 8 évet töltött börtönben, csak hogy először a közelmúltat említsem, tehát 8 év börtön után, közel 60 évesen, megfiatalodva, elkészítette ezt a kurzust, ugye ez a legújabb tanítása, de ha visszamegyünk a 70-es évekbe még, akkor a fiatal 13-14 éves Kevin Trudeau-t megkereste a Brotherhood, egy titkos társaság, és Kevin sztoria igazából így indult. Tehát úgymond a különleges képességei felismerte egy embereknek egy bizonyos csoportja. Ez már egy másik kérdés, hogy kik ők, valójában léteznek-e, vagy csak összeesküvés elméletebben most nem megyünk bele, de ez a csoport megkereste Kevint, elkezdte átadni neki a tudását, elkezdte képezni őt, és egy bizonyos ponton túl, Kevin túlnőtt rajtuk, felismerte, hogy az ő indítékuk nem biztos, hogy a legjobb hatással van az emberiségre, ezért kilépett onnan, és elkezdett megosztani mindent. Ennek a kezdeti lépése volt a Te kívánságod, a Te parancsod hanganyag sorozat, és aztán ennek a legutolsó lépése, a legutóbbi pedig ez a Science of Personal Mastery kurzus, amit mi tettünk közzé. Így nagy vonalakban ezt tudnám mondani, de rengeteg mindenről lehetne beszélni, mert elképesztő élete volt, és elképesztő élete van Kevinnek. Így van, de a lényeget összefoglaltad, és szépen fogalmaztál, hogy itt a Brotherhood-dal kapcsolatban is. Igen, tehát ugye Kevin felismerte, hogy kétféle ember létezik ezekben a társaságokban, és most ebben nem megyünk bele, de mondjuk úgy, hogy ő a jó oldalt képviselte, és ebbe az irányba indult el. És hát ugye említsük meg, hogy gyakorlatilag ezért került ugye börtönbe, ennek kapcsán, mert hát nyilván nem tetszett sok mindenkinek, hogy ezeket az információkat ugye megosztja az emberekkel, és így került oda. Ehhez kapcsolódóan majd lesz egy kérdésem egyébként, hogy te hogy látod, de megkérlek még előtte Gábor, hogy egy pár szóban beszélj már magadról is, hogy egyrészt mivel foglalkozol, másrészt az, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba Kevinnel, Kevinnek a tanításaival, és hogy a te életedben mit hozott, milyen változást hozott Kevinnek a tanítása? A saját életem gyökeresen megváltozott. Én nagyon szerencsésen, nagyon fiatalon találkoztam Kevin Trudeau tanításaival. Ez 2015-ben történt, akkor 17 éves voltam.
És az volt a lényeg, hogy akkor én már olvastam ilyen személyiségfejlesztő könyveket, jártam különböző rendezvényekre, ilyen network marketinges cégek rendezvényeire, és aztán apukám, aki szintén hallgatja meg, követi Kevin Trudeau-t, persze ugye nyelvi korlátok miatt nem olyan szinten, mint én, mert aztán én mentem mélyebben bele, de azt mondta, hogy ha leteszek valamit az asztalra, akkor majd odaadja nekem a te kívánságod, a te parod, majd akkor nem ezt a hanganyagot, de hogy odaad nekem valamit, ami azért elég durva információkat tartalmaz. És akkor úgy történt, hogy én Brian Tracy-t hallgattam, és kitűztem egy célt, hogy egy bizonyos CrossFit versenyt megnyerek. Előtte úgymond a idézőjeles balfasz kategóriába tartoztam, mert nem nagyon tudtam jelentősebb sportsikereket elérni. Aztán Brian Tracy-t hallgatva kitűztem egy célt, azt vizualizáltam, és az én legnagyobb meglepetésemre minden pontosan úgy történt, ahogy azt elképzeltem, és megnyertem a versenyt. Persze rengeteget tettem érte, de ami a különbség, rengeteget tettem, de korábban is sokat tettem érte, de akkor még se jött az eredmény. Most, hogy a gondolkodása helyére került, elértem az eredményt. Magamban annyit mondtam, hogy ha ezt meg tudtam csinálni, akkor innentől kezdve bármit és mindent meg fogok tudni csinálni, és aztán kaptam meg a YouTube linket a te kívánságod, a te parancsod hanganyag sorozathoz. Így van. És ez 2015-ben történt, és azóta egyre mélyebbre és mélyebbre ásom magamat Kevin Trudeau tanításaiban. Azóta az edzések köré, a sport köré, a CrossFit köré fölépítettem egy vállalkozást, van egy nagyszerű csapat, egy edzőteremben bérlek egy teremrészt, ahova ők járnak edzeni, dolgozok ennek az online vonalán is, ami úgymond helytől, időtől függetlenül bevétel tud biztosítani, tehát így szépen haladok a kitűzött céljaim felé. Közben ebben a sportban elértem egy magyar bajnoki harmadik helyet, indultam benne nemzetközi versenyen is, éveken keresztül ott tudtam lenni a sport legjobbjai között, így magamról nagyjából ennyit mondanék. Jó, köszönöm szépen. Igen, és ahogy említetted, ugye nekem is volt az életemben, és szerintem nagyon sok mindenkinél ez így van. Nekem 2004 volt az az év, ami mondjam úgy, hogy megváltoztatta az életemet. Ott egy baleset folytán, pontosabban az abból történő felépülés folytán jöttem rá arra, hogy hát picikét máshogy működik a világ, mint ahogy én addig mondjuk tekintettem rá, vagy gondoltam. De mivel saját magamon tapasztaltam a hatását, így ugye nem tudtam azt mondani, hogy nem működik, hogy nem létezik az energia, és hogy nem minden hatással, pontosabban, hogy az energia mindenre hatással van, és én akkor kezdtem el ezen az úton járni. És megmondom őszintén, hogy a beszélgetésünk előtt gondolkoztam, hogy pontosan mikor is került az életembe Kevinnek a tanítása, a te kívánságod, a te parancsod, de ezt így nem tudom megmondani. Az viszont biztos, hogy hát ugye, ha most kazettáról lenne szó, akkor azt mondanám, hogy rongyosra hallgattam, de hát ugye MP3 felvételben hallgattam a felvételeit, és zseniális az ő módszere, ahogy gyakorlatilag mélyíti az emberbe ezeket a tudásokat, és tényleg, ahogy átadja így energetikailag. Ehhez kapcsolódóan így egy kérdésem lenne, hogy ugye te, amikor eredetibe olvasod vagy találkozod a tanításokkal, hogy nálad mennyire érzékelhető ez, hogy ő azért energetikailag adja a tudást. Mennyire jön át ez neked? Az elején ennek nem voltam tudatába, de most már így az évek alatt tudom, hogy az elején is jelen volt az energia, de most már szinte érezhető, majdnem, hogy azt mondhatom, hogy tapintható, mert ahogy hallgatok egy hanganyagot tőle, eredeti angol nyelven, vagy olvasom az eredeti angol kurzust, szinte érzem ezt a bizsergő, hidegrázó érzést, és minél többet foglalkozok vele, ez annál gyakrabban történik. Tehát ez az, amit erre képezték Kevin specifikusan, hogy úgymond az energiára képes legyen a tudatával hatni, és ez áthatja minden képzését is. Tehát én úgy jellemezném, mintha egyfajta univerzális erő forrása lenne, mert úgymond benne összpontosul egy hatalmas energia, és ő mint egyfajta ilyen energiatranszformátor ezt továbbadja az embereknek. Ez az, amit
kevesen ismernek föl, de ez a történelem során is így volt, hogy az ilyen energiatranszformátorok, vagy nagy tanítókat csak haláluk után jöttek rá a tömegek, meg nagyobb a népesség nagy része, hogy kik ők valójában, meg mit képviselnek. Abszolút, és hát ugye el kell mondjam, amikor én ugye kapcsolatba kerültem a ti anyagotokkal, akkor ez teljes mértékben érezhető volt. Nem tudom, mennyire emlékszel vissza, ugye ott tettem föl pár kérdést, és ugye az egyik kérdés az volt, hogy hát most mennyivel másabb, ugye, mint a te kívánságod, a te parancsod, ugye, amit ezt a kurzus, amit ti most lefordítottatok. És nyilván ugye sok minden van az éterben, amivel lehet találkozni, és attól függetlenül, hogy tudtam, hogy Kevinnek milyen a tanítása, mégis egy picikét úgy mondjam azt, hogy kétkedve fogadtam, hogy most ez mennyivel tud többet adni, és hát ugye nagyon, nagyon szuperül lehet nálatok kipróbálni, mert ugye az első hónap az igazából egy ugye 500 forinttal kezdődik, és ugye először én is a havi kurzust választottam, viszont ahogy az első lecke mondjam úgy a kezembe került, és megéreztem azt, ami benne van, hát nem volt kérdés, hogy ezt végigviszem, és ugye utána váltottam én is az évesre, tehát szenzációs, hogy mennyire érezhető, és nekem volt egy nagyon csodálatos élményem ezzel kapcsolatban, amikor is saját magamon tapasztaltam meg, hogy, és ez tudattalanul, nyilván Kevin tudatos erre, hogy ő ezt hogy csinálja, amikor én tartottam egy Zoom előadást, és éreztem, volt egy pillanat, amikor éreztem, hogy na most ez úgy energetikailag átment, és kaptam is róla visszajelzést, és ez valami szenzációs. És ugyanezt érezni, megtapasztalni ezzel azzal az anyaggal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen meg kell érezni, és meg kell mindenkinek tapasztalni, mert ugye nagyon sok embernek hozott Kevin és az ő tanítása változást az életébe. Azzal, amit mondtál, nagyon rátapintottál a lényegre azzal, amit mondtál, mert szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy egy pici kételkedés legyen benned, mert ha az nem lenne, akkor bármilyen tanítást szó nélkül befogadnál, meg ezt így általánosságban mindenkire értem, hogyha ha nincs ott a kétkedés, akkor nem tudjuk eldönteni, és gondolkodás nélkül sok mindenbe beleugrunk, tehát az egy fontos kulcs. A másik, amit mondtál, szerintem ez a nagy különbség, hogy ki az, akinek való ez a kurzus, vagy ki az, akinek nem való, az, hogy az érzésekből cselekszel inkább, az érzéseidre hagyatkozol, vagy a gondolataidra, mert a mai az egy elég ego, gondolatcentrikus világ, és ha egy ilyen ember nézi meg esetleg a kurzust, ő itt elkezdi értelmezni, de ide nem biztos, hogy átjön a kurzus lényege, kurzus, ahol meg lehet érezni, hogy mi valójában az itt van a szívünkben, az érzéseinkben, és te pontosan ezt mondtad, hogy ott volt egy pici kétkedés, az ugye egy egós, elmés gondolat kétkedés, de utána, ahogy olvastad, érezted, szó szerint mondtad, hogy érezted, ugye ez az érzések központja a szív, hogy ez számodra hasznos lehet, és kötelező gyel mellette. Abszolút, abszolút. Igen, tehát ezt már egy ideje megtanultam, hogy abszolút az érzéseimre figyelek, és attól függetlenül, hogy az elme mást mond, nem foglalkozok vele, mert ugye, ahogy Kevin szokta mondani, hogy lehet, hogy azt én még ugye nem látom a radarképernyőmön, hogy az nekem miért lesz jó. Nyilván ugye az elmével azért döntök, mert látok valamit, és ugye a nem láthatóban az elme ugye nem tud hinni. És igen, ezt már abszolút megtanultam és tapasztaltam is ennek a hatását, hogy mindig figyeljek az érzéseimre, mert nem véletlenül vannak ott az érzések. Felírtam itt magamnak egy kérdést, hogy ugye beszéltünk itt arról, hogy ugye Kevin most volt börtönben, és kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy érzed, mert ugye nem tudom pontosan a te kívánságot, te parancsolatod, hogy az mikor született, hogy az mikori anyag, ebbe így nem vagyok teljesen biztos. 1999-2000 környék. 2000, aha, ja. És hogy most olvasva a mostani anyagát, ezt a kurzust, azért nagyon érezhető számomra, hogy ugye
mindannyian tanulunk, tehát, és haladunk, és nyilván, ahogy Kevin is változik, hogy azért egy óriási változáson ment ő keresztül, és az, hogy ez a 8 év, ez még jobban megerősítette őt, és sokkal jobban letisztult nála sok minden. Te ezt hogy érzed, vagy hogy látod? Ugye nekem az a szerencsém, hogy én hogy az angol tudásomnak köszönhetően elképesztően, az angol tudásomnak és a tanulási hajlandóságomnak köszönhetően elképesztően belelátok Kevin életébe. Tehát ugye magyarul, ami hanganyag van Kevintől, az a 13-14 órás te kívánságod, a te parancsod hanganyag sorozat, de azon kívül van angolul több száz órányi, ami mondjuk 2011-12-ig tart, tehát 2000-től 2012-ig több száz órányi hanganyag, plusz én hallgattam azt a hanganyagot, amit Kevin a bebörtönzése előtti napon készített. Tehát ott állt, és mondta, hogy hát én személy szerint nagyon örülök, hogy most itt lehetek közöttetek, és még nem börtönben, és aztán egy 4 órás előadást tartott arról, hogy hogyan kezeljük a nehézségeket, megosztott olyan sikertitkokat, amiket korábban nem, úgymond ez a te kívánságod, a te parancsod folytatása, és tehát egy olyan elképesztően pozitív és jövő pozitív hozzáállással és teljes hitted a jövőbe vonult be a börtönbe, és ez pár év alatt nyilvánvalóvá vált, hiszen olvastam minden egyes posztját időrendi sorrendbe, amit a börtönből írt, ugye ezeket is fordítjuk meg, közzétesszük, és ugye a börtön nagyon nagy változást hozott. Tehát ezt mondta is, hogy ez a kurzus nem születhetett volna meg, ha ő nem kerül börtönbe, mert ott a börtönbe tudott teljesen elszigetelődni, meditálni, csinálni a spirituális gyakorlatait. De olvastam erről, hogy hát ilyen 14 napokat böjtölt, tehát volt ételmegvonás, csinált olyan spirituális gyakorlatot, és amikor az alvást vonta meg magától, és ezek mind-mind kihegyezik az érzékét arra, hogy úgymond lehozzon az univerzális tárházból tudást, és ezt átadja nekünk itt a Földön embereknek. Szuper. Igen, abszolút. Mondom, én ennyire nem tudtam belelátni. Ugye, és mondjam úgy, hogy nekem tényleg egy nagy szakadék volt, mert csak a te kívánságod, a te parancsod, meg volt még talán egy hanganyag, amit Németországba vettek föl, az, amit én ugye hallgattam, és utána ugye jött ez a kurzus, és számomra abszolút érezhető volt ez az óriási változás. Tehát nyilván te, hogy folyamatában követted, neked más volt, de azért voltam kíváncsi rá, hogy mennyire érződött, de egyébként szenzációs. Ez részben Kevin változása, de részben a tudás átadásának a módja. Tehát ez Kevin direkt mondja is, hogy a kurzus az sokkal kondenzáltabb, a kurzusban sokkal intenzívebben van meg az energia. Valószínű ennek a nagy része már rendelkezésére állt Kevinnek 2000-ben is, csak akkor még nem érezte azt, hogy a Föld tudatossága készen áll ennek a befogadására. Tehát Kevin úgymond képes monitorozni azt, hogy az őt hallgató vagy olvasó közönség milyen szellemi, tudati szinten van, és ennek megfelelően teszi közzé a tanultakat. Tehát lehet egyrészt, hogy Kevin változott, de az is lehet, hogy az emberiség változott annyit, hogy készen álljon egy ilyen tudás és ilyen tanítás befogadására. Mert lehet, ha ezt 2000-be teszi közzé, legtöbb ember félre dobja, hogy ez hülyeség, aha, de most meg már sokkal inkább nyitottabbak vagyunk rá. Nekem ez a tapasztalatom, hogy szinte minden emberben ott van ez az isteni szikra, hogy képes legyen a tudatossági szintjét növelni. Igen, abszolút, és ez fontos kiemelni, ez jó, hogy mondtad, hogy ugye a tanulásnál is nagyon fontos, hogy amit ugye, amiről a Kevin is beszél például a tananyagban is, hogy amikor ugye végigmentél rajta, hogy menjél vissza az elejére is, és még egyszer kezd el. Ugye ezt én is megtanultam, mert korábban beleestem abba a hibába, amiben lehet, hogy nagyon sokan, hogy főleg aki mondjuk elkezd az önfejlesztéssel foglalkozni, és ugye elkezdenek az információk áramlani hozzá, és ugye felfedez egyre több dolgot, és ugye ilyenkor jön egy ilyen kis szívóerő, ami magával viszi az embert, és ugye nekem is az volt, hogy vettem egyik könyvet a másik után, mentem egyikről a másikra, de nem mélyültem el igazán benne. És ugye erre is Kevin világított rá nekem, ugye hogy a tanulás is, hogy hogyan tanulunk, mert az is nagyon fontos. És ugye az, hogyha elolvasok egy könyvet,
azt újrakezdem, és azt már elkezdem boncolgatni, és ugye lassabban haladok vele. Tehát egy teljesen más tudatszintről fogom olvasni már másodjára a könyvet, és ugye ennek óriási jelentősége van. Úgyhogy igen, tehát ez is benne van abszolút, ahogy mondtad. Beszéljünk akkor egy picikét, vagy ne is kicsit, arról, ami a téma, ugye ez a kurzus. Az egyik, hogy ugye egyrészt a Facebookon találhatnak meg titeket, meg van ugye a kevintrudo.hu, valamint a ktclub.hu oldal, ugye, ahol megtalálhat. Igen, ez a két verzió ugyanoda vezet, úgymond főleg a ktclub.hu-t használjuk, de ugye a kevintrudo.hu-ról is ugyanoda megy a link, lehet. Persze. Uh-huh. Jó. És igen. Igen. Hallgatlak. Igen. Igen, tehát amit mondtál, hogy van a Facebookon is jelen vagyunk, van egy Facebook oldal, ide a rövidebb Kevin Trudeau idézetek, itt a rövidebb Kevin Trudeau idézetek kerülnek megosztásra, illetve egy zárt, hosszabb Facebook csoport, itt pedig hosszabb posztok, ezeknek a posztoknak a nagy részét ugye a börtönből írt üzenetek képezik. Jó, és akkor a kurzusról, hogyha mondanál egy pár szót, hogy hogyan is néz ki, milyen formában lehet csatlakozni hozzá. A kurzusról azt tudnám mondani, hogy van egy nagyon-nagyon jó barátom, aki ezt a tavalyi évben elkezdte. Ő egy profi biliárdjátékos, tehát ő azzal, abból él, azzal keresi a pénzét, hogy járja Európát, járja a világot, és ha nyer a versenyen, vagy jó helyezést ér el, akkor ott kap komolyabb pénzdíjakat. Most eddig mindig egy ilyen átlagosabb szinten volt, mondjuk tavaly már ott volt a világbajnokságon 33. hely környékén, és vele így dolgozok együtt, kicsit így mentorálom, testileg, lelkileg is, és tavaly kezdte el a kurzust, mert egy nagyon mély ponton volt, és a tavalyi év után a kurzusnak köszönhetően idén világbajnokság 3. hely, most kint van 2 hónapot Amerikában, járja sorra a versenyeket, indult a US Open-en, tehát nagyobb amerikai versenyek, és ez egy elképesztő ugrás, ami a kurzus energiájának köszönhető. Most nem abba megyek bele, hogy miből áll a kurzus, milyen feladatok vannak, hanem inkább az, hogy ha valaki elkezdi a kurzust, egy ilyen ugrást tapasztalhat az életében, hiszen ezt én is vissza tudom igazolni. Saját nyereségeimbe is belemegyek, hogy mit adott számomra a kurzus, de ugye Olivernél ugye mérhető, megfigyelhető ugrást hozott Oliver barátomnál az, hogy elkezdte a kurzust, és ez még csak 1 év, és nem is csinálta a feladatokat, csak végigolvasta az egészet, és egy középszerű biliárdosból hirtelen oda jutott a világ elitbe. Tehát ez nem korosztályos, nem egyéb kategória, ez a világ full biliárd sportjának a topja, és azáltal, hogy elköteleződött a kurzus és a tanítások mellett, és ez az energia dolgozik, és testileg, lelkileg olyan hatással van az emberre, hogy a vágyak megvalósuljanak. Mert ugye szerintem ez a legfontosabb előnye a kurzusnak, meg ez a legfontosabb, amit ad, hogy mindegy, hogy egy adott embernek mi a vágya, mi az álma, ahhoz közelebb kerüljön, az nagyobb eséllyel valósuljon meg, és ennél nagyobb dolog szerintem nincsen, hogy van ilyen elérhető dolog, ami mérhetően közelebb visz ahhoz, hogy megvalósuljon, amit szeretnénk, és ehhez tartoznak feladatok. Tehát amit kiemelnék például, az a szavakkal kapcsolatos feladat, ez az, amit szerintem először kevesen fognak megcsinálni. Ez így van. De aki megcsinálja, az a szavakkal leírhatatlan fejlődést és növekedést tapasztalhat. Tehát nekem, mióta csinálom a kurzust, a memóriám olyan szinten javult, hogy azt nehéz megfogalmazni. Tehát olyan szinten képes vagyok komplex dolgokat átlátni, és mondom, ez és ez és ez, és akkor ez és ez és ez az összefüggés, és akkor ezt is kell csinálni, és akkor ez és ez lesz, és azt csinálom, és pontosan az lesz. És tehát ez egy olyan belső folyamat, ami a legtöbb embernél le van lassítva. Tehát úgymond a legtöbb ember egy elég alacsony sebességű számítógépet használ az agyában, és ez egyszerűen a kurzus ezt fölgyorsítja, és
és olyan sebességgel lesz képes az ember döntéseket hozni, összefüggéseket átlátni, mert nagyon pozitív hatással van az életre. Abszolút, és ez jó, hogy hoztad ezt a feladatot, mert amikor először én is ugye találkoztam vele, akkor így kikerekedett a szemem, de szenzációsan tanít az a feladat egyébként. Tehát tényleg, aki azt megcsinálja és végigcsinálja, az tuti, hogy sokat fog venni belőle. De érdekes, ahogy elmondtad, hogy de ugye ez ahogy le is van írva, hogy lehet, hogy valaki nem csinálja meg, de attól függetlenül az energia, és ugye ezért akartam kitérni itt a legelején erre, hogy az energia szenzációsan dolgozik, és nyilván, hogyha az ember ugye visszatér később a feladatokhoz, ezt mindig egy magasabb nézőponttól fogja már látni, és úgy fogja továbbvinni. Úgyhogy igazából technikailag szerettem volna csak annyit, nyilván nem akartam belemenni itt a kurzusnak a feladataiba, csak az, hogy ugye itt havonta érkeznek a leckék, hogyha ugye ezt valaki elkezdi, és azt elfelejtettem mondani, de bent lesz nyilván a videó leírásában is a link, majd berakom, ahol elérhetitek ezt a kurzust, és meg tudjátok nézni, és tényleg mindenkit arra bátorítok, mert zseniális, ahogy ezt összehoztátok, hogy igazából, ha úgymond valakiben kétkedés is van, ki tudja próbálni, és át tudja érezni azt, hogy milyen zseniális ez a, én csak ezt tudom mondani, ez az egész, úgyhogy pedig én még az elején vagyok, de mindig várom már, hogy mi lesz. Nem tudod, hogy tudsz. Így van, pontosan. Úgyhogy szenzációs, nagyon, tényleg azt tudom mondani. Jó, ja, hát... amit említettél, ahhoz fűzném hozzá, ugye ezt az energiát, ugye Kevin azt mondja, hogy ez három szinten működik. Az egyik az, hogyha valaki csak megkapja a kurzust, de nem olvassa el, és nem is csinál meg belőle semmit, már akkor is az energia pozitív hatással van rá. Tehát ha én mondjuk ezt egy családtagomnak vagy barátomnak átküldeném e-mailbe, vagy átküldem e-mailbe, akkor az, hogy az a fizikai birtokában van, az a dokumentum, amiben a kurzus benne van, az ő ránézve pozitív hatással van, ez az első szint. Következő szint, ha valaki minden hónapban megkapja, és csak elolvassa, ha nem csinál semmi más, de elolvassa, akkor már még jelentősebb pozitív változást tapasztalhat. Ha valaki megkapja, elolvassa, és meg is csinálja a feladatokat, az akkor történik a kvantumugrás, úgymond, mert olyan módon és olyan sokféleképpen bontakozik ki az élete, és mindez a feladatokba és a kurzusba ágyazott energiának köszönhetően. Abszolút. És ugye hozzáteszem, tehát, hogyha valaki nem hallgatta a te kívánságot, te parancsolatot, az mindenféleképpen érdemes meghallgatni, ugye, mert ott azért az alapok rendesen le vannak fektetve, de gondolom ettől függetlenül is ugyanúgy, vagy párhuzamosan a kettőt, hogyha valaki csinálja, még akkor ugyanúgy növelheti a hatását ennek az anyagnak. A jövőben terveztek-e még egyébként valamit, akár egy újabb kurzust, vagy ezt továbbfejleszteni, tehát vannak-e tervek ezzel kapcsolatban? Abszolút, nekem személy szerint komoly terveim vannak, szerencsére már alakul e köré egy csapat, akivel tudunk együtt dolgozni. Tehát ez a Kevinnek ez a kurzusa ugye írott formában történik, írott formában kapható meg, ugye ez a legegyszerűbben megosztható, ezért is ezt tettük először közzé, de tervben vannak a hanganyagok megosztása is, ami ugye egy sokkal időigényesebb munka. Akár a te kívánságod, a te parancsod újbóli elkészítése és megosztása, hogy a kurzussal párhuzamosan lehessen teljesíteni, mert ugye nem csak, hogy jó ezt párhuzamosan hallgatni és csinálni a kurzust, hanem kettő kiegészíti egymást, és szinergikus módon még nagyobb fejlődési potenciált biztosít. Tehát a te kívánságod, a te parancsod az egyik terv, amit ugye említettem, Kevin bebörtönzése előtti napon adott előadása, annak a hanganyagja, ott is már elkezdődtek a munkálatok, hogy majd a jövőben valamikor megosztható legyen, tehát az egy ilyen 4-5 órás előadás, és aztán van még rengeteg, de rengeteg hanganyag. Tehát én tag vagyok Kevinnek az eredeti angol, és eredeti amerikai klubjában, a Global Information Networkben, és elképesztő, hogy mennyi
tudás, anyag kerül ott megosztásra. És ahogy halad az ember fölfelé a szinteken, ott még egyre többet és többet osztanak meg. Szuper, hát én azt tudom mondani, hogy én biztos, hogy érdeklődve és izgatottan várom ezeket az újdonságokat, de addig is haladok ezzel a tananyaggal, és mindenkit arra tudok biztatni, hogy postoljon bele mindenféleképpen, hallgassa a te kívánságot, te parancsodat, és ne csak egyszer, ez tényleg nagyon fontos, mert mindig újabb megértéseket fog hallani belőle, és jönni fognak olyan mondatok, amit előzőleg nem hallott, mert átsiklott felette, vagy éppen még egy, ugye teljesen, ahogy beszéltünk róla, egy teljesen más tudatszintről hallgatta. Úgyhogy, hát nem tudom, Gábor, szeretnél-e még valamit hozzátenni? Van-e még valamilyen gondolatod, esetleg így zárszóként? Szerintem nagyon jól elmondtad, hogy tényleg a kurzussal való folyamatos haladás, illetve a te kívánságod, a te parancsod folytonos újra és újra ismétlése adja meg az alapot ahhoz, hogy az ember elinduljon egy bizonyos irányba, mert ugye a legtöbb ember így van. Tehát, hogy elkezdi az életét, eljut egy bizonyos pontra, és onnantól ez a görbe kiegyenesedik, és nem jut sehová. De vannak azok az emberek, akik el szeretnének valahova érni, és ha a kedves nézők között ilyen emberek vannak, akkor javaslom nekik, hogy köteleződjenek el önmaguk jobbá tétele mellett, hogy valahonnan, valahova eljussanak, és ebben tud hatalmas segítséget nyújtani ez a kurzus, ez személyes tapasztalaton és mások tapasztalatán alapul, illetve a te kívánságod, a te parancsod hanganyag sorozat. Tehát akinek vannak céljai, álmai, és szeretné őket elérni, lehet máshol próbálkozni, vannak nagyszerű, elérhető tanítások máshol is, de ez egy elég biztos és bizonyított módja annak, hogy az ember előre haladjon és sikert érjen el. Ez így van, ezt én is alá tudom támasztani, mondom saját tapasztalatból. Még én annyival egészíteném ki, amit nekem is meg kellett tanulnom, és még tanulom is folyamatosan, ez a türelem. Tehát, hogy amit én látok, hogy ugye nagyon sokan szeretnének, mondjuk ha egy olyan élethelyzetben vannak, ami most mondjuk úgy, hogy kényelmetlen nekik, ugye szeretnének egy jobb élethelyzetbe eljutni, akkor nagyon sokan keresik az instant megoldást, a gyors megoldást. Viszont tehát ez azért ilyen szinten nem működik, hogy máról holnapra, tehát hogyha nem tesszük bele az energiánkat, és ahogy mondtad nagyon jó, hogy nem köteleződünk el, akkor lehet ilyen tényleg ilyen kis rövid sikereket elérni, de az igazi tartós siker az akkor van, amikor kitűzött, hogy el akarsz jutni valahová, és azért teszel. És ugye nem azt nézed, hogy mi van most, hanem azt nézed, hogy hova akarsz eljutni, és teszed azt, amit tenned kell. Úgyhogy még én ezzel szerettem volna kiegészíteni. Nem tudom, hogy jól látom-e, vagy jól érzem-e ezt a részét. Erről egy mondat jut eszemben, amit egy kedves barátom mondott, hogy a gyors sikert, azt 10 év alatt lehet elérni. Ez így van, abszolút. Gábor, aztán, nagyon... aki eljut erre a pontra, hogy hajlandó valamibe akár 6-8 évet, akár évtizedeket befektetni, az az ember egy idő után lesz a legtaníthatóbb, és alig fogja várni, hogy még éveket és évtizedeket fektessen önmagába és a tanulásba. Így van, abszolút. Na hát nagyon szépen köszönöm akkor, hogy itt voltál velünk, és bízom benne, hogy nagyon sok embernek sikerül felkelteni az érdeklődését, és hogy sikerült rávilágítanunk arra, hogy itt egy lehetőség, és főleg a mai világban én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek szüksége van arra, hogy tudjon változtatni az életén valamilyen formában, és tényleg azért tudom ezt ajánlani, mert saját magamon tapasztalom én is a hatását. Úgyhogy köszönöm még egyszer, Gábor, hogy itt voltál velem, és hát a nézőknek pedig sok sikert kívánok a tanuláshoz, és csodálatos fejlődést ezen az úton. További csodás napot kívánok neked is, Gábor, és a nézőknek is. Sziasztok!